Hosszú évek óta nem érte ekkora kár a bátaszéki gazdákat, mint az elmúlt napok viharai után. Házak teteje szakadt be, autók szélvédője törött be, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat okozott a jégverés. Az önkormányzat úgy döntött, sürgős segítséget nyújt a kárvallottaknak. Várjuk azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a jelentkezését, akiknek a lakó ingatlanában, és ez fontos, a lakó ingatlanában kár keletkezett, és nem rendelkezik a lakó ingatlanára felelősségbiztosítással. Felmérjük az így keletkezett károkat, és szeretnénk hozzájárulni a károknak a helyreállításához. Ez természetesen azt jelenti, hogy nem tudjuk a teljes kárt önkormányzati támogatáson megtéríteni, de szeretnénk megkönnyíteni a helyreállítási munkákat. Arra kérjük az érintetteket, hogy legkésőbb péntekig legyenek kedvesek jelentkezni, lehetőség szerint lefényképezni a keletkezett károkat, ezt vagy e-mailben, vagy személyesen eljutatni ide a Városházára. Ezeknek az ellenőrzése és beköltségelése meg fog történni, és rövid időn belül szeretnénk a képviselőtestület döntene arról, hogy milyen mértékben tudunk segítséget nyújtani. A testület tagjai döntést hoztak a jövő évi óvodai működés rendjéről is. 12 óvodai csoport fog indulni a társuláson belül, ebből 9 bátaszéken, egy óvodai csoport a hozzánk tartozó működtetésben résztvevő településeken, Alsónánán, Alsónyéken, illetve Pörbölyön. 3 német nemzetiségi csoport fog indulni bátaszéken a 9 csoporton belül, és ezekhez a csoportokhoz természetesen biztosítja majd a társulás a megfelelő álláshely számot, tehát nem történik változás a foglalkoztatottak tekintetében sem. És hát 2 bölcsődei csoport indításáról is döntöttünk, tehát továbbiakban is 2 csoportba tudjuk felvenni a bölcsődéskorú gyermekeket, amennyiben a jogszabályi feltételeknek a szülők eleget tudnak tenni. Az elmúlt évi adózásról elmondható, hogy a 2 önkormányzathoz befolyó adónem tekintetében a bátaszékiek eleget tettek kötelezettségüknek. Az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója mind a 2 területen szépen beérkeztek az adóforintok. A helyi iparűzési adóból a tavaly évben 301 millió forint folyt be az önkormányzathoz, a magánszemélyek kommunális adójából 32 millió forint, tehát ahogy mondtam, az előző évekhez képest ez teljesen hasonló módon folyt be. A követelés és a teljesítés aránya az iparűzési adó tekintetében 89%-os volt, a magánszemélyek kommunális adója tekintetében pedig 82%-os. Az elmúlt napokban az önkormányzati testület meghallgatta a város 2 gazdasági társaságának beszámolóját. Az árszámadás alapján megállapítható, hogy a Bátkom és a Marketing Nonprofit Kft. Is szakmailag és pénzügyileg is teljesítettek, nyereséggel zárták az elmúlt esztendőt. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat zárszámadása is megtörtént. Nem voltak likviditási gondjaink, a számláinkat folyamatosan határidőben tudtuk teljesíteni, és egy jelentős pénzmaradvánnyal is zártunk, ami meghaladta 300 millió forintot, de itt hozzá kell tenni, hogy ezek elsősorban a pályázathoz kötődő fel nem használt források, amelyek 2022-ben reményeink szerint a pályázatok megvalósítása során felhasználásra kerülnek majd. Beszámoltak tevékenységükről azok a szervezetek, melyek a közbiztonság fenntartásáért felelősek. Elmondható, hogy az elmúlt esztendőben csökkent a bűncselekmények száma, és a katasztrófavédelemnek sem kellett rendkívüli eseményen beavatkozni. A helyi tűzoltóság működésével kapcsolatban az látszik, hogy az önkormányzat által biztosított 2,8 millió forint nem elég a folyamatos működéshez. Így Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, reményei szerint központi forrásból a szükséges fenntartási összeg másik 50%-a is megérkezik ebben az esztendőben.